Érthető okokból ezekben a napokban kevesebb szó esik a koronavírus járványról, de most ez következik. Leszállóákban van az ötödik hullám itthon, ám még mindig sok az új megbetegedés. Járványügyi szakemberek továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a védőoltást most sem késő kérni. Ráadásul, ha újabb mutációk érkeznek, az oltással lehet a leghatékonyabban megelőzni, hogy súlyos állapot alakuljon ki. Az országos tisztifőorvos a vendégünk. Köszönöm szépen, Főorvos asszony, jó reggelt kívánok, Müller Cecília országos tisztifőorvosnak. Mi a jelenlegi helyzet, egy friss helyzetképet, legalábbis Covid szinten? Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek. Szerencsére az ötödik hullámnak a bizonyosan leszálló szakaszáról tudok beszámolni, hiszen a negyedik héten elértük, most már visszatekintve a járványügyi adatokra a csúcsot, a járványnak, az ötödik hullámnak a csúcsát, és azóta folyamatosan hétről hétre a járványügyi adatok javulnak. Először egy 13%-kal, majd a maga a javulás mértéke is egyre fokozódik. Tehát ugye tudjuk, hogy minden járványügyi adat exponenciálisan nő, mert ilyen maga a kórokozó. Tehát a lefelé jövetel is egészen biztató, és elég jó ütemben haladunk lefelé. Úgyhogy most láthatjuk, hogy a napi regisztrált esetszám 5000 körül van, de az összes többi mutató, tehát a kórházban kezeltek száma, a lélegeztetőgépen lévők száma, és a szennyvíz mutatóink is nagyon biztatóak. Azt tudjuk, hogy annak van egy ilyen előrejelző értéke, és most azt tapasztaljuk, hogy sokáig, több hétig egy nagyon magas szinten stagnált, és most egy picit elkezdett csökkenni, tehát a jövőre vonatkozóan is most már abszolút bizakodóak lehetünk. Egyelőre azt látjuk, hogy nálunk is átvette az Omikron variáns a vezetőszerepet. 99%-ban ezt a variáns detektáljuk, 1%-ban még a Delta variáns is jelen van, és az Omikronon belül ez inkább egy ilyen virológiai érdekesség, inkább a szakemberek számára érdekes az, hogy az a bizonyos BA2-es típus is egy picit növekedni látszik, mint minden európai országban, tehát az Omikronon belül is egy 12%-ban detektáljuk ezt a variánst, és az egyes típus is szétválik alvariánsokra. Járványügyi szempontból úgy tűnik, hogy nem okoz különleges jelenséget ez, tehát ugyanazok a jellemzői maradnak ezeknél az alvariánsoknál is a járványnak. Inkább egyfajta virológiai, szakmai érdekesség ez. Ezt láttuk egyébként a Delta variánsnál is. Akkor azt is jelenti, hogy a jelenleg használatos vakcinák hatásosak ezek ellen a variánsok ellen is? Ne feledjük el, hogy az összes vakcinatípust eredetileg a wuhani törzsre fejlesztették ki. Tehát értelemszerűen a variánsok mindig egy kicsit gyengítettek a védelmi erőből, egy picikét kevésbé hatékonyságot mértek a szakemberek, ezért a tapasztalatoknak megfelelően rendkívül fontos az úgynevezett emlékeztető boosteroltás beadása, mert valamennyi vakcina típusnál azt tapasztaltuk, hogy a negyedik hónapot követően csökken a védelmi ereje az újabb és újabb variánsok megjelenése miatt is, azonban a harmadik emlékeztető oltás visszaemeli ezt a védelmi szintet a szervezet részéről, ezért továbbra is azt hangsúlyozzuk, hogy szeretnénk elérni a harmadik oltások tekintetében is olyan számot, mint ami az első oltások, tehát mindenki, aki felvette a védőoltást, a harmadikat ne felejts el felvenni, hogyha már 4 hónap eltelt a második beadását követően. Természetesen arra is bíztatok változatlanul mindenkit, aki még egyáltalán nem vette fel az oltást, tegye meg, mert nem lehet tudni, ezt még nem felelősséggel senki nem tudja kijelenteni a mai napon, hogy az Omikron hullám után minek nézünk elébe, és egy viszonylag biztató, nyugalmi nyári szakasz után vajon ősszel tényleg hogyan rendeződik ez a vírus. Úgyhogy én tisztelettel kérem ugyanerre a nézőket, amire korábban is.
Arra gondol főorvos azt, hogy lehetséges, hogy valakiknek megfordul a fejében, akik még abszolút nem vettek fel védőoltást, hogy ha már úgyis lecsengőben van az ötödik hullám, minek vegyen föl, de akkor erre itt a válasz. Hát igen, ez egy ilyen kecsegtető forgatókönyv, tehát ez egy téves következtetés, hiszen a védőoltásoknak köszönhetően csökken mindig a fertőződések, illetve a súlyos megbetegedések, a halálozások száma, de ha nem vesszük fel a védőoltásokat, akkor ez a helyzet értelemszerűen megfordulhat. Mi újság influenza fronton? Ilyenkor szokott jönni a járvány. Tavaly nem nagyon volt, persze, hát alig találkoztunk egymással. Így van, nagyon sokat segített az influenza járvány elkerülésében a higiénés szabályoknak a betartása, a maszkviselés, távolságtartás. Az idén azt tapasztaljuk, hogy egy kicsit csökken már az influenza-szerű megbetegedéseknek a száma, amit az orvosok, a Sentinel orvosaink jelentenek, azonban a virológiai adatok, tehát ugye ezek a minták elemzésre kerülnek a laboratóriumunkban, azt mutatják, hogy megfordult az arány a beküldött minták tekintetében. Az elmúlt hétig az Omikron dominált, tehát virológiai vizsgálatra kérte az orvosa a mintának a vizsgálatát, influenza diagnózissal küldte be, de az Omikront tudtuk kimutatni a mintából. Ugyanakkor az elmúlt héten ez megfordult. Tehát ez is bizonyítja tulajdonképpen azt, hogy a koronavírus megbetegedések száma csökken, és az influenza-szerű megbetegedéseken belül maga az influenza A/H3 dominál. Ez azt jelenti, hogy az influenza jelen van, nagyon is jelen van jelen pillanatban, és ez a típus ráadásul igen veszélyes az idősekre nézve. Úgyhogy arra tudok biztatni mindenkit, aki az esendő, sérülékeny csoportba tartozik, és az ő körük nagyjából megegyezik a koronavírus szempontjából is esendő csoporttal, hogy még mindig nem késő az influenza oltást sem kérni, még van a területen, a gyermek influenza oltásoknak körülbelül a 3/4 része fogyott el, a felnőttekének meg egy kicsit több, mint a fele. Tehát van, itt van az influenza, itt van még sajnos a koronavírus is köztünk, de egy picikét talán szabad nagyobb levegőt vennünk most már. Hogyan lehetne előre látni? Persze ez nagyon nehéz, hogy az ötödik hullám a Omikron tekintetében lecseng, akkor az influenza meg fölfuthat. Van-e ez kettő között összefüggés? Észrevették, igen, ezt az összefüggést, bár megoszlanak a vélemények valóban a járványügyi szakemberek között. Azt mondják, hogy van egyfajta versengés, az egy szakember gárda azt mondja, hogy van egyfajta versengés a két vírus között. Az állatvilágban minden esetre ezt az állatorvosok már korábban detektálták. Tehát amelyik évben koronavírus járvány volt az állatvilágban, abban az évben nem nagyon tapasztaltak influenza megbetegedéseket. Hogy ez mennyire hozható összefüggésbe és mennyire vonatkozható a humán világra, ezt én nem tudom jelen pillanatban még megmondani. Tiszti főorvos asszony, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget.